Sziasztok! Ma folytatom a ROM Total War Dark Mode Makedon végigjátszásomat. És itt maradtam ugyebár, hogy hát nagyjából meghódítottam Britanniát. Most jött a Skócia, utána Írország, ami a minden igaz lázadó terület, remélem. Meg kéne támadni a kártágóiakat. Te erre. Van itt nekem egy flotám. Igen, el akarom venni Zámát. Plusz, ugyebár hadra kerültem. Izével. Egyiptommal. Itt folyik az átképzés. Na jó, körváltás. Ó, oh, király, ilyen szírta. Még jobb. Bár egyiptomé egész, hát majdnem egész kelet, szóval rengeteg csatánk lesz Egyiptommal. Jó nagy építési jelentést kaptam. Oké, okay, és azt hiszem, hogy megyünk is tovább. Ja. Küréné szerintem nem fog fellázadni. Nem hinném. Na előre akkor. Vár minket a hajó. Egy újabb sereggel támadom a Olbiát. Helonusból. Az baj, nincs lakos. Le kell szereljek pár hoplitát, vagyis pikásat. Még most sincs elég lakos. Az gáz. Na jól van. Ezzel a hadvezérrel ugyebár itt egész végig akarom rakni a helyet ilyen figyelőtornyokkal. Plusz ez a sereg erre. Oké. Okay. Irány a britonok fele. Glasgow elég a vétlen. Na várjunk, hol a sereg? Itt van, megvan. Oké. Okay. Ezekkel... ide. Megostromoljuk Molukát. Remek. Na várjunk, akkor minden egyes kártágói város ostrom alatt áll. Aha, király. Ready to sail! Ships ready! These ships cannot go there! Ships ready! Yes, sir! Orders, my lord! Orders! Yes, Stratigos! Sir! Sir! Yes!
Orders! Sir! 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 Oké. Ready to sail! Campus gétában készül a sereg. Kell némi könnyű lancer is majd. Ja igen, ti erre jöttök. Erre és itt végig. És elfoglaljuk Locus Venedáét. Tizennyolc éves a csávó. Az jó, megkapja majd sereget. Oh! Wow! Az érdekes volt, mi? Olyan jó arányjal. Az durva. Hát azt jól elkúrtuk. Pedig olyan jó arányunk volt a győzelemre, basszus. Erre meg lesújtó vereségünk lett. Na jó, nyilvánvaló vereség, de hát... amennyien voltunk... Rengeteg katonánk meghalt. Na mindegy, hadd jöjjenek. Köcsök kártágóiak. Ó, várjunk? Csak itt a hadvezér van egyedül. Aj, nem hiszem el! Meghalt a hadvezérem, mivel rohamozott, és meghalt a pikásaim miatt. Bazd meg! Srácok, ez a rész kibaszott szarul indul. Úristen, belehalt a rohamozásba a hadvezérem. Ezt nem hiszem el, baszki. Ez a rész rohadt szarul indul, srácok. Ezt meg kell hagyni. Jézusom. Hát ez hihetetlen. Belehalt a rohamozásba, marha. Basszus. Ezt a szívást. Hát ez rohadt szarul indul ez a rész. Ó, itt van két hadvezér. Oké. Numidiai zsoldosaik elfutottak.
De nehezen akarják feladni. Megöltünk még egy ellenséges hadvezért. Ez tök jó. Ó, itt van pár szekret bandos. Jó, rámegy a lovasaimra az elefántokkal. A falangszal pedig támadjuk az elefántokat. Jóha, ez érdekes lesz. Jó. Elefántok. Hú, az elefántok mészárolnak minket. Ha, a lovasok elfutnak. Nem csodálkozom. Gyerünk emberek! Hogy már ne nyírjunk egy csapat elefántot. Ez vicces lesz, ez az egy csomó elefánt megfutamítja az egész katonámat. Amikor a lovasság az fél tőle, ami ugyanúgy a gyalogság is fél az elefántoktól. Jó, a lovasság az elmenekült. Amúgy is a veszteség nem igazán lényeg, ha győzünk persze. De győzünk, ugye? És feltevődik a kérdés, hogy győzünk. Gyerünk, meg tudjátok ölni őket. Ezek az igazi harci elefántok, nem ami Róm 2-ben van. Hát ez nem igaz. Wow! Basszus! Ez bukta!
Hadvezér nélkül ez bukta. Na, ezek igazi harc elefántok. Ami Rom 2-ben van, az kismacska ehhez képest. És ezekhez képest. Feladták! Bazzeg, feladták! Wow! Hú, bakker! Jézusom! Na ezek igazi harci elefántok, ami Rom 2-ben van, az egy nagy kalap szar. Ezekhez képest. Ezeket nevezem harci elefántoknak. Wow! Ez igen. Ez durva volt. A Róm 1-ben tényleg, hogy a harci elefánt, az tényleg, hogy egy nagyon veszélyes egység, mivel ezreket képes megölni egy egység. Rohadt nehéz megölni egy elefántot. A Róm 2-ben nem könnyedén meg lehet ölni egy elefánt egységet. Na várjunk. Érdekes. Tegyünk ide is egységeket. És ide is. Róm 2-ben sokkal gyorsabban megöltük volna az elefántokat. Már azt hittem a végén, hogy kikapunk, basszus. Nem fogják feladni. De feladták. Na jó, akkor hol akartok jönni? Ez most komoly, hogy ennyi gyenge hadi csapat meg izével letámad. És körbe megy, és a másik felé jön át, vagy itt? Mondjuk mindegy, mert így is végük. Vagy itt jön. Fele-fele. Aha. Hogy elnézem, jönnek itt is, meg ott is. Greek Sacred Band. Rohadt jól néznek ki ezek a Sacred Bandosok. Csak annyi az egy probléma velük, hogy nem dobigálnak lancsát. Ha lancsát is dobigálnának, akkor aztán tényleg jók lennének. Így például légionáriusok ellen, vagy más olyan egység ellen, ami dobigál láncsát, az nem jó, és ezek nem olyan, nem lennének jók, mivel egy-két lövés után túl sokan meghalnak, és így is kevés katona van egy csapatban. Plusz ugyebár, hogyha elkezdik őket dobigálni láncsával, akkor aztán még annyi sem marad. Szóval még annyi esélyük se lenne, mintha nem dobigálnák őket. Szóval ez az egy probléma a görög Sacred Banddal, hogy nem dobigál láncsát. Tök jó ötlet volt ez a V-alakzat. Mindig így kell felállítani az egységeidet, hogy V-alakzatban legyenek, hogy átkelnek a hídon, mert ilyenkor ugyebár oldalról támadod őket inkább, plusz ugyebár mindig azt a... lehúzza a morájukat az, hogy oldalba támadják őket, és akkor még annál gyorsabban leesik a morájuk. Az a legjobb ebben. Küldjük be a Sacred Bandokat? Küldjük. Jók ezek a görög Sacred Bandosok, csak kicsi a létszámuk, és nem dobigálnak láncsát, ez a probléma velük. Ez a legnagyobb problémájuk. Így
valójában jó egység, olyan egységek ellen, mint például a barbárok, ugyebár a kardforgatók, a hadicsapatok, ezek ellen jók, mivel nem lobigálnak láncsát, így nem tudják őket megtizedelni, és így a kis létszámuk miatt fel tudják venni velük a harcot, mert nem tizedelik meg őket a láncsák. De az olyan egységek ellen, ami láncsát dobigál, az ellen nem jó, mert megtizedelik őket, és amúgy is kevesen vannak egy csapatban. 100 katona van, vagy 101, valami ilyesmi. Így, ja, így ez a legnagyobb problémájuk. Kicsi a létszám, és nem dobigálnak láncsát. Ez a két nagy problémájuk van szegényeknek. De valójában nagyon erős egység. Inkább ilyen támogató egység. Olyan, hogy gyorsan az pikások ugyebár feltartják az ellenséget, és akkor ők mennek és hátba kapják az ellenséget, vagy oldalba. Az arra jók ezek a szekret bandosok. Inkább csak ilyen támogató egység. Gyorsan elsuhannak az ellenség mellett, gyorsan hátba kapják őket, lehúzzák a morájukat, stb. Erre jók. Ilyen frontális támadásokra nem alkalmasak. Na ja, ahogy mondtam, a hadicsapatok ellen kiválóak. De rohadt nehezen akarnak megtörni. Ugye az egész, hogy a hadvezére nem jön. Jóha! A pikások nagyon előre nyomultak. Még egy szekret bandos se halt meg. Ezek már azóta... Ó, egy meghalt. Ezek már azóta velünk vannak, mióta átjöttünk Britanniára, és még mindig van 94. 93 most már. Megtört az egész. Lol. Szintet léptek. Akkor plusz még egy támadó erő, még erősebbek. Be vagytok kerítve? Visszavonulót fújtak, ez tök jó. De azért a hadvezére még átjön. És meghalt. Jó, hát ez kb. Ennyi. The enemy show their true virtue. Ja, ez ennyi volt. 10 emberünk halt meg, lol. Nem is értem, miért támadott meg. Glorious victory! Oké. Itt van egy város valahol. Ah, megvagy. Azt elfoglalom, azt a várost, akkor megszerzem a Terra Incognita földet, ami tök jó. Oké, és na szóval, ja, Tevesznél csúnyán kikaptunk. Yes, Stratigos. Marz moves depleted, sir. Sir.
Plusz itt is elvesztettem a seregemet. Én ezeket le is szerelem. Sőt, titeket is. Nem kelletek ti már. Nem kell ennyi katona. Gyorsabban képzek újakat, és jobbat, tapasztaltabbakat. Oh, hello, itt egy kisebb csapat. Ah! Jó, itt a tengeren van egy csapatom, ugye? Ja, ezekkel erre. És itt kikötünk, és akkor irány a szkíták ellen. Hát itt volt egy hadvezér, de az meghalt. Öregségben gondolom. Na irány Kherson Esos. Több hajó nem kell. Támadjuk Olbiát. Szkíták. Képzek, most már elkészült a sereg. Remek. Megtámadom Kis-Ázsiát. Ki fogja vezetni a támadást? Te vagy a helytartó, akkor te vezeted. Szóval 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Remek. Hány éves a csávó? 51. Júj. Az jó sok. Így legalább tovább fejlődik a város. Irány Plinus ellen. Epikus kőfal védte. Ez komoly? És védi. Ja, epikus kőfal. Ijjajjaj. ...1076 embert öltek meg! Oh! Az gáz. 1076 katonát vesztettünk. Az úgy elég durva. Mi a fenének van ennyi... sorozott szarit. A fenének képeztem én ennyit oda.
És miért vannak itt ilyen pikások? Nem kellenek csak a sorozottak. Oké. Tarakkó lázad. Ez hány kör még? Kettő. Vegyük el ezt. És megszereztük ezt itt teljesen, egész végig. És ezt is. Tök jó mi. Véletlenül jöttem rá, de oké. Itt valahol van egy város. Jó, ostromoljuk meg Olbiát. Sir, prepare for battle. Besieging settlement. Orders. És persze, hogy nem lehet így jászokat képezni. Na jó, én ezt leszerelem. És képzünk helyette egy könnyű lancert. Mert amúgy se lehet itt átképezni a katonákat. Ez a fővárosuk, akkor... akkor a britonoknak sincs mások területük. Jó, ezzel inkább hajóra fogok szállni nem sokára. Így elvesszük számát. Ki ennek a neve? Vagyis ki ennek a neve? Mi ennek a neve? Anaxagoras a hódító. Hát, jól van. Pharaoh's Guard, Desert Axeman. Ide még kell egy torony. Remek. Plusz ezeket egyesítsük akkor. Ja, irány Kis-Ázsia, irány Pergamon elfoglalása. Ptolemaik garrisonok védik, az jó. És kitámad, erre számítottam. 2085 katonánk meghalt. Úgy tudtam! Esküszöm éreztem! Esküszöm éreztem! Basz meg! Basz meg! Esküszöm éreztem, hogy ki fogunk kapni! De szeretem az automatik rendszert Róm 1-ben. Hújjújjúj. Rohadt jó. Passzus.
Remek. Narbó, lázad, és még... Legelőször Kartágó, utána Plinus. Jó, Plinus most már nem. Hello, itt fegyvereket adhatunk a katonáknak? Ja, akkor marad a templom. Plusz felszerelés az nem árthat. Miért van kétszer berakva a görög Noble Cavalry? Érdekes. Ez a csávó pont jókor jött, mert ez amúgy is öreg, ez a csög. Szép volt. Csak mehetünk tovább hajóval, gyorsabb. Na jó, akkor fussunk neki megint Zámának. Azt hiszem átképzem előbb a katonáimat. Remek. Köcsök kártágóiak nem akarnak meghalni. Ready to sail! Yes, sir! Yes, sir! Set sail! Move the blizzard! Jó, irány ide. És Kerszon Essos. Lázadó terület. Oké, ti erre. Ezek az íjászok nem kellenek. Ez se kell. Ez a város egy körig bírja még, leki sem támad. Ja, nem támadott ki. Oké, akkor Helonusból megyünk tovább. Kartágóban is helyreállt a közrend. Jó, ezek amúgy se kellenek. Oké. Tovább. Ú,
Bakker, aranyfejlesztés, aranyszintű fegyverzet és aranyszintű páncélzat. A legjobbat kapják. Wow. De csak emiatt. Ez tök jó. Add át a képességeid neki, aztán megpihenhetsz. Oké, akkor innen. Irány erre. Elvesszük ezt itt, Sakát. Jó, kikötünk a Pergamonnal. Lázadozott Pergamon. Na jól van akkor. Várjunk, itt van egy seregem még. Ja. Ti szépen erre mentek Egyiptomba. És kitámad. Ah, nyertünk, király. Nope. Még hogy kössünk békét, elhülyék ezek a szkíták. Fenébe lázad a város. Már nincs lázadás Campus Sakaiban. Ezt lerombolom akkor. Na jó, ez a sereg elkészült nagyjából a következő körben, de kéne egy hadvezér is. Jó, legyen az, hogy átképzés. Secret légiósok. Kartágói páncélozott lovasság. Oké, okay, itt is van még egy flottám, vagyis egy sereg. Következő körben beérünk Sakába. Ez tök jó. Kersonelsz az 5 körig bírja, még Olbia 3 kör.
Ó, 161 katona van egy görög szekret band egységben, oké. Azt hittem, hogy csak 101. Hát jó. Basszus, de jó felszerelésük van a katonáinknak, te jó ég. Wow. Durva. Ó, tényleg Pergamont elvettük. És megtámad az Kitana, ne szívas már. Ez komoly. Ah, mi a francért van ekkora köd? Azt hiszem a görög szekret bandosokat majd le kell szereljem, mert egyszerűen nem tudjuk majd úgy átképezni őket. Ide teszem hátra őket, aztán ha majd elveszítem őket, vagyis elveszítek egy csomót belőlük, akkor leszerelem őket és átképzem, az kész. The enemy have brought more men to fight. Egész addig még vannak, addig jó. Leleőttek az íjászaim kettőt a sajátjaimból. Még kettőt, a fenébe. Nagyon jó íjászaim vannak, ezüst és arany szintű fegyverzettel. Az plusz 3 távolsági támadó erő, plusz még 2 tapasztalat, azaz plusz 5 távolsági támadó erejük van alapból. Ezért szedik ilyen gyorsan az ellenséget. Saját, nem a sajátjaimat kapták el, hanem az ellenséges íjászok. Szép. Great God be praised. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemies' hearts. Skíták. Nagy íjászok a szkíták, nem tudok beszélni, ezért íjászok által halnak. Na, ez nektek egy nagy sor, aztán lássuk, átjöttök rajta. Heavy cavalry. Ez a tábornoki testőrség? Néhány csajszi? Ijászok vissza.
Jó, gyorsan elfutnak. Az igen, egy se. General, please press forward so that the spirit of his army is a broken tool. The gods be praised! The enemy's hearts are full of fear, and now they flee. Könnyedén levertük őket minimális veszteséggel. Jó, ennyi. 101 embert vesztettünk. Az nem sok. Ba! Ó! Oh! Ostrom alá vették Campus Yazgis, tényleg a lázadók, basszus. El is felejtettem. Köcsög lázadók. Ám bár csak egy izék van. Fatrőkos. Azzal nem mennek sokra. Főleg, ha felgyújtjuk. Gyújtsátok fel, kérlek. És ha veszítenek, és egyet se ölünk meg szinte, akkor is... akkor is végük. Hát, azt nem gyújtják meg, vagy igen? Nem már, hogy ennyi nyilvessző nem volt elég. Oké, visszafordulnak. Hát mégse. A fenébe, pedig rengeteg nyilvesszőt rálőttek, és nem gyulladt meg tüzes nyilvesszőt. Meg kellett volna gyújjon pedig. Na mindegy. Jönnek a parasztok. A hadvezéri testőrség is. Your general has thrown away his life and now feeds the carrion birds. His men may soon. Nem minél, hogy elfutnának a katonáink. Hát, azt hittem már nem öljük meg a hadvezérét. Király, ez jó volt. Jó, hogy megöltük a hadvezérét. Ettől féltem. Rohadt életbe csatáztunk, így nem adta be Olbiának a kifosztási lehetőségét. A francba. Így nem jó. Így nincs közrend, így nincs semmi. Ez fel fog lázadni. Jó, annak annyi. Ettől féltem. Francba.
Jó, át tudom képezni az íjászokat is. Elég kicsi falu. Sir! Yes, Stratigos! Onward! Sir, march! Ready to ambush! Yes, Stratigos! March! Ready to ambush! Sir, there! Joining forces! Waiting to ambush! Sir, splitting the troops! Forward! My lord? My lord? Na jól van akkor, Prinusból megyünk tovább. Zámából a sereget hajóra ültetjük. Olbiát elveszítem. Fel fog lázadni. Irány erre. Oh. Így is jó. My lord? Yes, Stratigos. March! Sir! Orders? My lord? My lord? Még kell egy könnyű lovas. Oké. Úgyis utolérem a hadvezérrel majd őket. Szeretem, hogyha az úthálózatokon vannak ilyen figyelő tornyok. Ez tök jó amúgy. Tetszik. Gondoltam. Ez lesz kb. Az utolsó Kártágó vs. Makedón csata. Egy elefánt. Az szép. Meg némi Secret Legion és kartágói pikás. Hűha. Hűha. Elég szar. Idő. De a terep az jó. Kemény ezüst gerendás royal pikások. Mennek majd Egyiptomba, aztán megmutatják a hüllős csávóknak. Egy elefánt. Egy darab elefánt. Right.
Kártágónak rengeteg jófajta katonája van. Faján is néznek ki a kártágói katonák, főleg az ilyen elitebbek. Már is lő az IS. Azt megnézem, mikor nyilaznák le ezt az elefántot. Ha, az igen. Rom 2-ben van páncélozott elefánt? Én azt hiszem nincsen. Ja, nincsen. Rom 2-ben semmi sincs. Rom 2-ben abszolút semmi olyasmi nincs, amit Rom 1 ad. Tényleg, minden hiányzik a Rom 2-ből. A jó játékélmény, a jó háttérzene, amiközben csatázol, ez mind hiányzik Rom 2-ből. Kevés féle fajta egység van, amik vannak azok... nem jó. Az egységek kurva gyorsan meghalnak, szóval egy csata az rendkívül gyorsan véget ér sokszor. Ahogy mire... mikor elkezdődik a csata és kezded egy kicsit élvezni, addigra már vége van. Erőnk nyírjátok ki az elefántot. Jó pár élvesztőt kapott. Hány életerős egy ilyen? 15? Wow. Na várjunk. Az alap is annyi. Az alap sima harci elefánt is annyi. A páncélozott is ugyanannyi életerős. Csak annyi ugyebár az egész, hogy a páncélozott elefánt ugyebár ugyanannyi életerős, mint a sima harci elefánt. De van rajta páncél, és így sokkal nehezebben hal meg. Így sokkal nehezebben tudják megölni. Bitch. Meg mindig él, baszki. Ám bár nem is igazán tudják leszúrni, hiszen amilyen páncél van rajta, nem csodálkozom, hogy nehezen tudják megölni. Azaz. Még mindig él az elefánt. Rom 2-ből minden hiányzik ahhoz, hogy egy jó totálvorod legyen. És egy jó totálvorral játszhass. Abszolút minden. Én egyszerűen utálom, szóval... ha észrevettétek, volt egy Epirosi végigjátszásom, ami... nem mondom, hogy nem szerettem játszani a Rom 2-vel, vagy például Epirosszal. Szerettem játszani, de ha most rá akartok keresni, hiába kerestek rá, mert már nincs meg. Szóval letöröltem az egészet a gecibe. Pedig már több, mint a fele térkép az enyém volt, de egyszerűen... egyszerűen, mikor elkezdtem játszani vele, egyszerűen megutáltam, értitek? Én nem tudom, mi történt, de egyszerűen... utáltam ránézni a játékra, egyszerűen katasztrófa, amilyen az a játék. Amilyen a Rom 2, egyszerűen utálok ránézni. Nem tudom miért, tényleg. Én nem jövök rá, hogy miért, de egyszerűen rühellem azt a játékot. Attila Totálvor, szintén az egy Warhammer, ami még egy kicsit tetszik, de az is csak azért, mert még nagyon új. De egyszerűen... nem tudom. Van például egy mód a Medieval 2-höz, a Call of Warhammer mód. Az annyi az egész, azt meg kell vásárolni, és... egyelőre nem vettem meg, mert még nem akarok végigjátszás róla, de már tervezem. És sokkal jobb. Egyszerűen a Medieval 2-höz a módok, amiket adnak, az elképesztően jó. Nem tudom, valahogy nekem egyszerűen ezek az újabb totálvorok egyáltalán nem tetszenek. Az a rohadt elefánt még mindig él. Pass meg! Na jó, kinyírni. Már is. Jó. Azt hittem elfutott az elefánt. Kezdi feladni. Nem tudom miért, de egyszerűen az újabb totálvorok nem tetszenek. Egyszerűen nem szeretem. Volt Epirosi végigjátszásom ugyebár, és...
Letöröltem a francba. Ne is lássam. Nem tudom miért tényleg. Ne is lássam, egyszerűen letöröltem a francba, az Eprosi végigjátszást, az kész. Ó, feladta az elefánt király. Nem tudták megölni az elefántot. Pedig a csata elejétől kapta a nyilvesszőt, meg a pikások is próbálták megölni. De rohadt nehéz megölni egy ilyen páncélozott elefántot. És Kártágónak annyi. Ez lett volna egy egész csapatnyi elefánt, az jól megszivatott volna minket. Páncélozott elefánt. Plusz ugyebár, hogy aranygerendás is volt az egység, vagyis az az egy elefántos egység, vagy mi a fene, így még jobb volt a védekező képessége. Szóval visszatérve a Rom2-re, vagy például a Medieval 2 módokhoz, százszor jobbak, mint a Medieval 2-hoz készült módok, meg amik készülnek a Medieval 2-hoz módok, beleértve a Third Age, beleértve a bármelyik mód a Medieval 2-höz, százszor jobb bármelyik újabb Total War-nál. Sokkal, de sokkal jobb. Jobban szeretem bármelyiknél. Főleg a Third Age-et, szóval a Third Age Total War azt nagyon szeretem. Ó, új Kártágó lázad, mi a bánat? Mindjárt megoldjuk. Hát azt hiszem ezeket leszerelem. Kár ezeket a krétai jászokért, de még visszahozom őket, basszus. Hát, addigra veszek fel újakat. Olbia fel fog lázadni sajnos. Na jól van akkor Pergamonból előre. Irány Nikomédia. Hány félre köcsög. Irány Alexandria. Megjöttek a makedónok. Hódítani. Jó, ezeket a lázadókat itt végezzük ki. Remek. Ez nem kell. Szóval Olbia, Teveszt, új Kártágó lázongani akar. Javavum szintén. Akra Leuke. Szintén. Mogontiacum. Ó, Mogontiacum tovább fejlődik, király. Az tök jó. Legalább kapunk plusz izét, épületeket és plusz közrendet ad. Irány erre. Vegyük el sakát. Van egy olyan érzésem, hogyha például megtámadnám. Legyen egy próba, de mentünk egyet. Lássuk, hogy mennyi veszteséget szenvednénk el. 879 ember. Tűrhető. Amúgy azt akartam mondani, hogy lehet, hogy veszítünk. Hogyha még lett volna két egységgel, több lehet veszítettünk volna. Oké. Hol a hadvezérje? Igen, Filippiben. Irány erre. Ti erre. Itt valahol van egy város, itt valahol. Halvány lilám nincs hol, de valahol van. Skiri. Hát biztos.
Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!